Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Megkérdezzük a Polgármester című adásunkat látják itt az XVTV-n és a YouTube csatornánkon is. Köszöntöm a stúdióba Cserdini Németh Angéla polgármestert! Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket! Már csak néhány nap van a választásokig, és teljesen felpezsdült az élet itt az önkormányzatban az elmúlt héten, mert a szavazatszámláló bizottsági tagok tették le az esküt. Hogy zajlott ez? Szavazatszámláló bizottsági tagokat választott a képviselőtestület március 10-én. Ők az úgynevezett hivatásos szavazatszámláló bizottsági tagok. Ők a szavazókörökben fognak teljesíteni szolgálatot vasárnap. Kora reggeltől valószínűleg másnap reggelig vagy hajnalig, addig, amíg meg nem számolják a szavazatokat. Ők négyen vannak a szavazókörben, plusz van egy hivatásos jegyzőkönyvvezető, aki az önkormányzatnál, illetve a polgármesteri hivatalban köztisztviselő. És valóban a pár delegáltak is jöttek már az eskütételre, illetve oktatásban részesültek. Azt kell elmondani, hogy hétfőtől csütörtök estig napi két ilyen oktatás és eskütétel van, és ami még az eskütételen túl idén kicsit változott az előző évekhez képest, hogy most alakulnak meg a szavazatszámláló bizottságok, tehát ezért is van az, hogy a úgynevezett hivatásos, tehát a választott tagok és a pár delegáltak vagy a jelölőszervezetek által delegált tagok is egyszerre tesznek esküt, és itt is ülnek a polgármesteri hivatalban, és akkor meg is alakul a bizottság. Amit róluk kell tudni, még ugye említettem, hogy négy választott tag van egy szavazatszámláló bizottságban, és ezen kívül delegált minden szavazókörbe a Fidesz, KDNP jelöltje, küldött megfigyelőket, illetve delegáltakat, illetve a 20K mozgalmon keresztül, hogy az Egységben Magyarországért pártszövetség delegáltjai ülnek még a szavazókörben. Amit tudni kell még róluk, hogy ugye mindenki egyenjogú tag egy bizottságban, azt leszámítva, hogy az elnök és az elnök helyettes csak választott tag lehet, ezen kívül mindenki ugyanolyan szavazati joggal rendelkezik, ezért is alakulnak most egyszerre, és akkor tudják egymást már megismerni kicsit korábban. De azért azt el kell mondani, és vannak ismerős arcok a szavazatszámláló bizottsági tagoknál, hogy azért vannak rutinos szavazatszámláló bizottsági tagok. És hát mondom, hétfőtől csütörtökig minden nap kétszer van eskütétel, illetve oktatás. Most már csütörtök estére a végére érünk az oktatásnak. Azért az emberek nem gondolnak bele, ez közel 700 embert jelent, akit most kiképeztek és letették az esküt. Ez az elmúlt választásokon is ilyen nagy szám volt? Azt hiszem, hogy a 2018-as választások óta van az, hogy egyszer jelölő szervezet két delegáltat küldhet egy szavazókörbe. Korábban az volt, hogy egy jelölő szervezet egy delegáltat küldhet. Általában azért ez volt az arány, hogy a nagyobb pártok vagy nagyobb szervezetek tudtak delegáltakat küldeni. Úgyhogy én szerintem minél többen vannak egyébként, annál egyszerűbb a munkájuk a szavazatszámlálásnál is, meg egész nap folyamán ugye azért be tudják osztani maguk közt, hogy ki melyik feladatot végzi a jegyzőkönyvet. Nyilván a hivatal köztisztviselője a jegyzőkönyvvezető írja, de névjegyzéket kezelheti bármelyik bizottsági tag, a személyét, az okmányokat, különböző okmányokat a választópolgárnak bárki elkérheti, mármint aki a szavazókörben dolgozik természetesen, úgyhogy ezt ők könnyebben be tudják osztani, és hát este a számlálásnál nyilván minél többen vannak, annál hamarabb tudnak végezni, és nem sürgetve őket, hogy minél hamarabb számolják meg, hanem inkább az a lényeg, hogy pontosan is és jól számolják meg a szavazatokat, de úgy gondolom, hogy minél többen vannak, annál kevesebb munka esik valakire, és azért itt szeretném felhívni a pár delegáltaknak a figyelmét, vagy jelölőszervezetek delegáltjainak a figyelmét, hogy ők ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a hivatásos választott tagok, tehát ugyanúgy kérem, hogy vegyék ki a munkából a részüket. Ejtsünk néhány szót arról is, hogy most különösen nehéz helyzetben vannak a szavazatszámlálók, mivel országos népszavazás is lesz vasárnap, ez milyen plusz terheket ró rájuk? Azon túl, hogy milyen népszavazásról beszélgetünk, ez egy külön, külön kanyar lenne, és nem biztos, hogy ebben a műsorban így belefér, hogy mi a véleményem arról, hogy milyen népszavazás van, tehát érvénytelen kérdésre érvénytelen választ adjunk, vagy lehetőség szerint így szavazzanak. Ez volt a politikai magánvéleményem. A másik része pedig igen, együtt van a népszavazás az országgyűlési választásokkal, ami a nehézséget okozza a szavazatszámláló bizottságoknál, hogy ugye egy lapon van négy kérdés, és hiába van egy lapon a négy kérdést külön kell számolni. És szerintem különböző variációk lesznek, hogy ki milyen választ ad egy-egy kérdésre. A legjobb esetben az, hogy mondjuk mindenki igen, vagy mindenki nem, vagy mindenki érvénytelen csinál, ez egyszerűbb a számlálás tekintetében, de szerintem az összes kombó elő fog fordulni a négy kérdésnél, és valóban ugyan egy lapon van, de mindegyik külön kérdés külön szavazatnak számít.
És hát ezt kell majd a szavazatszámláló bizottsági tagoknak nézni. 4 évente van választás. Mennyire kell az embereket sarkalni arra, hogy elmenjenek választani? Én most azt érzem, hogy nagyon sokan szeretnének elmenni szavazni. Én olyan 70% körüli részvételre számítok egyébként, kerületben is és országos szinten is. Én most azt látom az utcákon és a különböző utcafórumokon vagy különböző kitelepüléseken, hogy nagyon szeretnének menni választani, és talán többen is, és olyanok is, akik eddig mondjuk azt mondták, hogy hát nem rajtam múlik, nem az én szavazatom kell akármelyik oldal győzelméhez. És most azt érzem, hogy ők is elmennek szavazni, és ők is jelentkeztek arra adott esetben, hogy szavazatszámláló bizottsági tagok legyenek. Szerintem most kicsit ilyen felbojdult mélykas, ami egyébként szerintem jó. Tehát most nyilván nem a kötelező szavazás mellett érvelek, de mindenkinek úgy gondolom, hogy élnie kell állampolgári jogával, mondhatni kötelességével, és menjen el 4 évente választani az országgyűlési választáson, illetve 5 évente ugye az önkormányzati választáson. Nagyon remélem, hogy tényleg magas lesz a részvétel, nagyon sokan elmennek, és erre is kérek, és erre buzdítok mindenkit, hogy menjen el. A szavazólapokkal, ugye beszéltünk az előbb a népszavazásról, ugye azért még a népszavazáson túl, és elsősorban erről beszélgetünk, hogy az országgyűlési választáson 2 szavazólapot kap majd mindenki. Ugye az egyéni körzetben induló jelöltek, nálunk a kerületben 7 indulnak egyéni képviselőjelöltként, és hát a listás szavazólapra is kérem, hogy szavazzanak. Magánjellegű vélemény az 1-es pártlistára szavazzanak lehetőség szerint. Tehát 3 szavazólapot kapnak, aki részt vesz a népszavazáson, ezzel együtt 3 szavazólapot kapnak. Illetve van még a nemzetiségi választás, ugye aki jelentkezett a nemzetiségi névjegyzékbe, ő nem országos listát kap szavazólapként, hanem nemzetiségi listát. Remélem, hogy mindenki tudja majd, hogy hova húzza az X-et. Én azt nehezen gondolom egyébként, hogy reggel elindul valaki választani, és nem tudom én, akit utoljára látok a plakáton, vagy tehát azért én úgy gondolom, hogy most arra már eldőlt, hogy ki merre húzza az X-et, vagy ki kire húzza az X-et. Köszönjük szépen! Én is arra bíztatok mindenkit, hogy április 3-án vasárnap éljen az állampolgári jogával, és menjen el szavazni. A jövő héten a választásokról fogunk beszélgetni, a mai figyelmüket pedig köszönjük szépen, viszontlátásra!